Ez a videó csak egy összefoglalás lesz, így nem fogunk nagyon elmélyedni a taoizmus tanításaiban. Csupán azért készítettük ezt a videót, hogy alapszintű tudást biztosítson, elgondolkoztasson, és ezáltal felkeltsük az érdeklődéseteket a filozófiával kapcsolatban. Pont ezért a videó végén ajánlani fogunk különböző írásokat és egyebeket is a témában. Minden filozófiai videóban ez lesz a felállás, hogy beszélünk a hátteréről, fogalmairól, jelképeiről. Majd kiegészítjük hozzá kapcsolódó gondolatokkal, és ajánlunk olvasni, hallgatni vagy nézni valókat azoknak, akiket jobban érdekel a téma. A taoizmus háttere. A taoizmus egy Kínából származó, nagyjából 2500 éves filozófia, vagy vallás? Kimondhatjuk, hogy valójában a kettő egy furcsa keveréke, legalábbis számunkra furcsa, mert a nyugati ember külön választja a vallást és a filozófiát, ám a keleti vallásokban a vallás és a filozófia együtt jár, és sosem próbálták meg megkülönböztetni őket egymástól. A tanítások középpontjában a Tao fogalma áll. Ezt magyarul útnak szokták fordítani, de ez a fordítás szerintünk csak megnehezíti a megértését, szóval hívjuk csak inkább Taonak. A Tao annyira ősi, hogy még a nyelveknél is idősebb. Ebből kifolyólag a Tao szó sem fedi le teljesen az igazi nagy Taót. A Tao Te King című írás is pont egy idevágó gondolattal kezdődik. Az út, mely szóba fogható, nem az öröktől való. A szó, mely rája mondható, nem az örök szó. És valóban nem, mivel szavakkal nem lehet kifejezni, ahogy ezt már említettem. No de mi is ez a Tao Te King? Magyarul az út és erény könyve, amit a legendák szerint Lao Tse írt, és taoista tanításokat foglal magában. Ez a leghíresebb taoista szöveg, ám a keletkezéséről nem lehet sokat tudni, de van róla egy legenda, miszerint Lao Tse egy levéltáros volt, aki elhagyta az udvart, majd magányt keresve nyugat felé indult. Ám amikor át akart lépni a nyugati országhatáron, az egyik őr felismerte, és megkérte, hogy jegyezze le bölcsességeit. Lao Tse megírta a Tao Te Kinget, majd pedig folytatta útját, és soha senki nem látta őt többé. Ahogy a címe is elárulja, a könyv a Taoval és az erénnyel foglalkozik, de egyébként főleg uralkodóknak adott tanácsokat foglal magába. A Tao jelentése. A Tao megfoghatatlan, láthatatlan és taníthatatlan, így azt hihetnétek, hogy igazából nem is jelent semmit, pedig a Taónak négyféle megnyilvánulása is van. Forrás, változtató, rendező és összhangba hozó. A Tao a lét eredeti állapota. Ez mindennek a gyökere. Belőle születik minden, és a pusztulás után ide tér vissza. Ezért tehát forrás. De egyben változtató is, mivel a jelenségeket szüntelen alakulásban és változásban tartja. Például minden, ami megszületik, az megöregszik, majd meg is hal. A változások pedig nem véletlenszerűek, ezért a Tao rendező is. Például az évszakok ciklikusan következnek egymás után. A tél után jön a tavasz után a nyár után pedig az ősz. És mindig ebben a sorrendben, nem pedig össze-vissza. Végül a Tao összhangba hozó, mert a jelenségeket egymással harmóniában alakítja, és nem választja őket szét, mert mind függnek egymástól. A Yin-Yang jelkép. A Yin-Yang jelképet már biztosan sokan láttátok, viszont el kell mondanom, hogy eredetileg nem fekete-fehér színű, hanem kék és piros. De most maradjunk a fekete-fehérnél. A Yin-Yang nem a létezőt és nem létezőt jelenti, hanem a különböző, ellentétes tulajdonságokat, amik kiegészítik egymást. Fontos, hogy a jelkép nem jó és rossz ellentétekre osztható szét, mivel eleve az egyensúlyt jelképezi, ami mindenképpen jó, az egyensúly hiánya pedig maga a rossz. A jelkép lényege, hogy van egy ellentétpár, például erő és gyengeség. Ezek az ellentétpárok kiegészítik egymást, és nem létezhet egyik a másik nélkül. De ez logikus, mert különben nem létezhetnének viszonyítási alapok sem. Például nem lehetne valami fent, lent nélkül, és nem lehetne valami kicsi, nagy nélkül. Ahogy a képen is látható, mindkét félben van egy kicsi a másikból. Ezt mutatja a két pötty a szimbólumban. Ez lehetővé teszi,
hogy szélsőséges esetekben átforduljanak az ellentétükbe, így nem történhet meg az, hogy végletekig kibillen az egyensúly. Egyszerűen csak megfordul. De mondok erre egy példát. Van egy nagy öreg fa és egy kis fiatal fa. Az öreg fa már annyira kemény és merev, hogy egy viharban pont emiatt lesz gyenge, ami könnyen kifordíthatja a talajból. A fiatal fa pedig még annyira lágy és vékony, hogy pont emiatt lesz erős és képes ellenállni a viharos szélnek. Így tehát a gyenge lesz az erős, és az erős lesz a gyenge. Az erény. Ha valaki közel szeretne kerülni a Taohoz, akkor követnie kell a Wu-Wei-t, ami magyarul nem cselekvés. Na de ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ne cselekedj. A lényege, hogy úgy cselekedj, hogy közben nem cselekszel. És ezt úgy értik, hogy minden, amit cselekszel, az összhangban kell legyen a természettel. Például, ha egy halászról van szó, nem szabad otthon lustálkodnia, de nem is szabad túlzásba vinnie a halászatot, mert mindkettő felborítaná az egyensúlyt. Ha a kelleténél kevesebbet dolgozik, akkor a családja fog éhezni, ha a kelleténél többet, akkor pedig a halak tűnnek el. Tehát fontos, hogy ne törekedj és erőlködj, csak hagyd működni a természetet a maga rendjén. Ahhoz pedig, hogy erényesen élj, három kincs segít téged. A részvét, a mértékletesség és az alázatosság. Kezdjük a részvéttel. Ahogy azt már a Taóval kapcsolatban elmondtam, mindennek egy a gyökere. És ha mindennek egy a gyökere, akkor minden kapcsolódik valahogy, és van egy egység. A részvét és az empátia pedig azért fontos, mert ezzel tudjuk megélni ezt az egységet. Látszólag ugye különálló létezők vagyunk, de képesek vagyunk együtt érezni egy másik emberrel. Ha nem lenne valamiféle egység, ami összeköt minket, akkor nem tudnánk megélni ezt a részvétet. Ráadásul a részvét és az empátia megakadályoznak abban, hogy ártsunk másoknak. Ha mondjuk én ártok valakinek, az valamilyen szinten ugye nekem is fáj. Aztán, a következő kincs a mértékletesség. Ez segít megtalálni az egyensúlyt, illetve segít betartani a többi erényt, mivel például az sem jó, ha valaki túlzásba viszi az alázatosságot. De az alázatosságról megfeledkezni sem szabad. Nem helyezheted magadat mások fölé, mert a világban több millió teremtmény él, és te is egy jelentéktelen kis része vagy egy óriási nagy egységnek. És mint olyan, nem teheted meg, hogy mások elé helyezed a saját érdekeidet. Na de ne higgyétek, hogy ez rossz. Ez se nem jó, se nem rossz, csak tisztában kell vele lenni, és tartani kell hozzá magunkat. Viszont nem csak kincsek vannak, hanem ugyanúgy akadályok is. Ezek gátolnak minket az erények gyakorlásában. Ez az öt zavaró elem, a félelem szülte harag, a mások lekezeléséből születő büszkeség, a belső szegénység szülte sóvárgás, a befogadás hiányából születő irigység és a kételkedés szülte zavarodottság. Tehát ha szeretnél erényesen élni, akkor ezeket kell kerülnöd. Ha a videónk felkeltette a téma iránti érdeklődésedet, akkor elsősorban a Tao Te Ching-et, vagyis az út és erénykönyvét ajánljuk nektek. Nem hosszú és egész könnyen érthető, főleg így, hogy most már tisztában vagytok a taoizmus alapjaival. Ezen kívül ajánljuk Hamvas Bélától a Tao Virágai című írást. Ebben főleg Lao Tse személyéről, a legendájáról és a Tao értelmezéséről van szó. Ez egy nagyon rövid szöveg, ráadásul fent van YouTube-on hangos könyvben. Viszont, ha nem szeretnétek olvasni, sem hangos könyvet hallgatni, akkor van valami, ami mégis érdekelhet a témában. Nézzétek meg a Tigris és Sárkány című filmet. Ez egy távol-keleti, misztikus film szerelemmel és harcművészettel. Nem magáról a taoizmusról szól, de abban a kultúrkörben és abban a szellemiségben játszódik. Így megjelennek benne azok az ősi tanítások, amelyekről szó volt ebben a videóban. Végül pedig van pár dolog, amin el lehetne gondolkodni. Például ott a nem cselekvés témája, aminek ugye az a lényege, hogy összhangban cselekedj a természettel, és ne erőlködj, ne próbálj más úton járni, mint ami ki van jelölve számodra. Tegyük fel, hogy van egy ember, aki halálos beteg, nem szeretne meghalni, de a betegséget a természet rendje szerint kapta el. És ez a természet akarata szerint történt. Szóval, ha küzdene az életéért és hagyná, hogy meggyógyítsák, akkor a természettel szemben cselekedne.
és ha a nem cselekvés a jó, akkor a rossz az lenne, ha meggyógyítanák? Mert ugyebár az, hogy manapság az emberek 80-90 évig is elélnek, az sem természetes, hisz az ember közbenjárása miatt történik így. A taoisták egyébként nem ellenzik a gyógyászatot, pedig elvileg úgy lennének igazán következetesek. Persze lehet, hogy egyszerűen csak félreértettük a nem cselekvés jelentését, minden esetre ez a téma igazán jó arra, hogy egy kicsit mindenki megmozgassa az agyát.